Az egyik rendőr épp a Palotavárosból kíséri a Sóstú természetvédelmi terület parkolójába Ódor Tibort. Az egyenruhások megnézik, hogy a rendszám nélküli jármű valóban segéd motorkerékpára, valamint az iratokat is ellenőrzik. Lávásszámát keresem. A sofőr 13 éves kora óta motorozik, és mint mondja, egyáltalán nem zavarja, hogy a rendőrök megállították őt. Még jó is, mert ugye ilyenkor kiderül az, hogy azt vettem, amit vettem. Tehát 50 köbcentis, nem lopott, meg egyéb. Az ellenőrzési akció célja a közlekedés biztonság erősítése, mint a megyei főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője mondja. Baleset esetén a motorosok súlyosabb sérülést szenvedhetnek, mint az autósok, így érdemes rájuk fokozottan figyelni. A segédmotor kerékpárnak a teljesítményét mérik, hogy ebből lehet megállapítani azt, hogy ez motorkerékpárnak vagy segédmotor kerékpárnak minősül ez a jármű. Ahogy Csibrik Csaba fogalmazott, ebben az akcióban a motorok teljesítményét vizsgálták a szakemberek, ami több szempontból is fontos. Itt van egy sebesség, amit ezekkel a járművekkel el lehet érni. Hogyha a többi közlekedő részt vesz a forgalomban, és lát egy rendszám nélküli motorkerékpárt, azt úgy gondolja, hogy ez egy segédmotor kerékpár, az 40-45 km/h nem tud gyorsabban haladni, annak olyan a kötelező biztosítása, illetve annak a járműnek a vezetője nem biztos, hogy olyan szintű kereszt tudással rendelkezik, mint egy gépjármű vezető, vagy olyan vezetéstechnikai tudással. A megállított motorok műszaki állapotát is megvizsgálták a szakemberek az akció egész nap tartott Székesfehérvár útjain.